most már, figyelj, ennyi volt, ez utolsó kör tényleg, mert nekem mennem kell, dolgom van. Hova mész? De amúgy köszön segítettél. Nincs meg. Mit, de Tinder randin van, képzeld el. Micsoda? Olyan lányt találtam, hogy ilyen. Ilyen. Milyen nagyon komoly. Kb. Szerinted? Képről? Hát, a, ilyen 20-21 van odaírva, ott az, hogy szeretem a egykorú vagy idősebb lányokat nálam. De figyelj, megmutatom a... Mutasd meg. A bióját, hát, mit ír benne. Hallod, videózz már, vagy valami. Figyeld. Majd lefogom. Szabad időmben a természet rejtett kincs. Rejtett kincseire vadászom. Imádok kirándulni és túrázni. Májusban ne keresd, csak az El Caminón lehet összefutni vele. Hát ez pont neked való. Még jó, hogy nincs május. Reménytelenül romantikus vagyok. Kedvenc filmem a Kék Lagúna. Na, nincs ezzel semmi baj. És hova viszed? Én arra gondoltam, hogy egy moziba elviszem. Jaj, hagyjad már moziba. Az kész. Szerintem az mindig de jó. De az annyira tipikus a mozi, hogy semmi nem történik. Megnézitek a filmet, kúsba vagytok mind a ketten. Ez nem is egy randi. Ezért kell félelmetes filmbe elvinni, hogy tudod, össze nem kell úgy. Nem figyelj. Szereti a természetet, te körzetvédelmi laborást. Te hova vitted Rebekát legelőször? Szerintem valami étteremben mentünk el, utána sétáltunk egyet, de nem moziba. Tehát hát, aktivitás kell legyen, András. Étterem mivel jobb? Tudtok. Beszélgetni se tudtok étteremben, megismeritek egymást. Eztek egy jót, vidd el a természetbe, leültök egy pokrócra, romantikus, szereti a romantikát. De hogy ülök le a bogarak közé, meg eleget voltam, eleget mászkáltam az erdőket, meg talajmintákat ízéltem, meg ilyenek. Hát, nem. Te tudod. Ott áll, asszonya! Hello! Hello! Annyira aranyosak vagytok, hát hogy jöttök, ez? Tényleg, köszönöm. Beöltöztünk, minden meg lett. Nagyon csinik vagytok. Figyelj, egyik kezem Pemzi, másik ecset, úgyhogy bármire kész vagyunk, menj. Várjál, na. Még mielőtt bemennétek, ez nektek most jár. Úgyhogy... De nyugtass meg, hogy ez izé, hogy menjek ezt, nem bubis ásványvízbe. Jaj, nem. Jó, az a csavaros kifla Szilvából. Na jó. Egészség. És ez ugye csak egy, tehát hogy még azért kapunk. Persze, hát ez valamit kapjunk már még. Nem volt olyan. Én inkább ügyünk befele, mert a glettőt főcuppantam, aztán haladjunk, mert nem esett minden. Jaj, na gyere. Na, jó. Nappali, konyha, és hát ezt is ki kellene festeni. Jó. Egyébként ez is ki lesz cserélve, jó, ide jön majd a tévé. Jó nagy tévé. Ide tervezzük egy kanapét. Ilyen elalakult, tudod? Ja, igen, Ána azon döglődik. De jó. Úgyhogy ez egyébként majdnem akkora, mint a lakásunk. Mondjuk, hogy jobban megnézem egyébként, ó, tényleg. Be lehet dobni nagyjából. Az egész tömbház nincs ekkora. WC, fürdő, ez nem érdekes. És itt van, igen, a gardrób. Gardrób? Jó van, mi van? De most hozzá? Nem tudom, ezt abban mi elgírjuk a gardróbot. Jó, hát jó. Rebeka, azért egy szoba, egy fél szoba a gardróbot, ne szórakozzál már egyébként. Én elélek egy ekkora szobába, de most komolyan mondom. Ez mert lesz a jó gyerek vagy. Mi hálunk. Szerelmi fészek. Így van. És hát itt fogtok kezdeni. Na. A gyerekszoba! Ez egy vendégszoba, gyerekek. Ne, vald be, na. Nem. Most nincs itt senki. Nincs mit bevallani. Ez jelentés. Ez a vendégszobánk lesz. Elég komoly zenéket keversz, kavarsz itt, DJ Andreas. Felismerted, teszek mi? Teszek egy kis izét itt, műszerfalon. Jó, mi? Jó, komoly. Nagy költözésekbe. Vidéken. Jó azért a környék, nem? Nem. Álljunk meg, álljunk meg a zenét. Azt a rohadt, de aranyos kutya. Szálljunk már ki. Egy perc az egész, jó? Léci. Az nem semmi. Szevasz! Hello! Jézus, de aranyos, szevasz! Szia! Van botod? Igen. Szeret? El se dobtam még neki. Hát ennyire hallod? Jó. Hopp! Pásztor kutya. Úristen, de aranyos, gyere! Gyere ide! Aranyos. Aranyos, nem? Nagyon. Vajon valakié? Hát vigyük már magunkkal. Minek? Légy, ez egy sima kóbor, hogy miért vinnénk magunkkal? Berakhatjuk a kocsiba? Biztos, hogy nem. Nem fogja összekoszolni a izét. Akkor rakjuk be hátra.
Léci. Oda még esetleg, de na, akkor... Na, rakj be hátra, Léci, lehet gazdájában, vagy nem tudom. Jaj, szevasz! Jó. Szevasz, meg vagy illetődve. Kinyitom. Igen. Gyere, nyissad, nyissad! Gyere. Igen, nézed a stábot, igen. Na jó. Találtam egy kutyát, haver. Szevasz! Mit szólsz, visszük én el magunkat? Én se értem. Hát, hogy így hova? Hát költözésben vagyunk, berakjuk és visszük, nem? De találtam most egy kutyát, azt egyből akarod nézni. Gyere, gyere. Mi van, hogyha van gazdája? Haver, itt volt kint. Szevasz! Gyere, hopp fel. Neked menni fog? Dominika, kutyasuttogó? Gyere, gyere. Ide. Hopp! Hopp! Ide. Hopp, hopp, hopp! Kutyasuttogó. Na jó, András, mehetünk tovább. De szép. Jó, haver. Hopp fel, és menjünk tovább. Úristen, de arra jön. Jaj, szépen. Jaj, cuki. Szevasz. 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 Figyelj, ezt ide egy szépen belemártod. És akkor utána jó, én meg... Jó, csak az enyém az nagyobb, azt látod. Jó, na de nézzétek, nem baj. Fiúkák, mit hoztam nektek. Jó. Ilyen kis Rebeka. Cuki kezes lábas, hogy nehogy összefessétek magatokat. Figyelj már, csak ez van, ez a fehér festék, vagy csak ezt látom? Igen, mert megbeszéltük Bencével, hogy a vendégszoba az teljesen tiszta. Na jó, de ezt én értem, de azért van egy kis kreativitás, azért vigyünk már bele. A többi részen lesz kreativitás, de itt ez... Tényleg egyszerű fehér legyen ez az egész. Ez olyan ez a fehér. Hát aztán nagyon kreatív vagy, bocsi. Hát na jó, de ez tök unalmas már ez a fehér szín. Nem baj, Bálint, ezt mi megbeszéltük, hogy ilyenre szeretnénk, és ez fehér ez legyen, meg ez mint az, a Sentinel, a helyszínelők, vagy mi a Máriánban vannak. Ez lehet, hogy nem a te méreted, az lehet? Ez meg lehet, hogy nem az én műfajom egyáltalán. Figyelj! Jó. Igen. Mi a neved? Hogy hívnak? Dominik, leszel te is? Az leszel? Közben hallod? Hogy vezetnek? András, hogy vezet? Felhívom Rebekát. Lássuk, hogy mi a helyzet. Kicsi baba. Igen. Jaj, de szép vagy. Jaj, de hullik a szőröd. Hello. Szia, szívem. Na, azt képzeld, hogy találtunk egy kutyát. Egy micsodát? Egy kutyát. Hol? Hát itt valahol az út szélén, itt feküdt, és megmondtam Andrásnak, hogy ezt azonnal visszük, úgyhogy el fog szájulni, hozom. Hozom a kutyát. Elhoztátok? De Bence, mi van, ha van gazdája? Hát de az út szélén volt, nem hiszem, hogy van gazdája. De Bence, attól még lehet gazdája, legalább egy állatorvoshoz vitt már el, hogy van-e. Aj, ne már, ezt meg kell tartani. Bence, kérlek szépen nézesd meg. Jó, megértettem. És akkor megyek oda az állatorvoshoz, és ott találkozunk, jó? Ottali. Szia! Jól van, kicsi puszi. Igen. Igen. Na, srácok, ne haragudjatok. Nagyon kellemetlen tényleg, hogy le kell lépnem, de nem merem Bencét egyedül hagyni a kutyával, úgyhogy elindultam, jó? Szia! Sziasztok, ügyesen! Ja, megveszünk, köszi! Na, amúgy haladunk. Te só ne viccelj. Mondtam én, hogy én egy festő esettel születtem a kezembe. Na figyelj csak, viszont... Jaj! Ez már nem kezdődik jól. Most még lelépett, mutatok valamit neked. Bérelsz egy festőt, aki azért megjelhetszünk, hogy mi? Pollok, hallottál már művészetéről? Nem, mert ki művészetek. Na figyelj, azt mondja, hogy Pollok Jackson. Nem tudom, hogy hogy jön ide, vagy nem értem. Kitaláltam valamit, figyelj. Elment, ez gyakorlatilag a sors keze. Elment, azt mondta, színes festék, nem? Figyelj, uncsi az eddigi. Így megfogjuk, nézd meg, most nézd oda. Tessék. Megfogjuk, piros festés, fölküldjük rá, figyelj, mire visszajön, tök jó lesz, imádni fogsz. De! Csongi, csináltam miért ennyi, érted a csávó, ebből lett... Jártál rajzórára? Ebből lett milliárdos, semmi nem csinál, csak így izét a festéke jobbra-balra. Na, figyelj, piros festéket láttam a másik szobába. Na, gyere, és így földobáljuk a falra, és kész. Na,
Nem a Bencékhez jöttünk? Nem, mert változott a terv most út közben, majd elmondom mindjárt. Az a lényeg, hogy Tinderen összeismerkedtem egy nagyon komoly lányra. Gyere már, vigyük. Hova? Elmondom azt is úgy, hogy gyere, hozzuk le. De ezt most nem Bencéhez vicszük? Nem, mert változott a terv. Vele is beszéltem, mindjárt elmondom. A csaj nagyon komoly. És nagy ilyen természetrajongó. És mondta, hogy miért nem randizunk kint. Én meg mondta, hát én inkább moziba mentem volna. De és nagyon természetrajongó. És várjál, Bencéhez is beszéltem erről. Mondta, hogy... Más nem kell? Jó, nem, azok nem kellene. Mi lomtalanítunk? Nem, és mondta, hogy inkább hozzon ki, piknikezzünk, vagy valami. Mondom, jó van, és akkor mondtam, itt van helyben a cucca. Ja, és most Bencének a cuccát akarod a sárba beledobni. Nem lesz sáros, jó lesz az, gyere. Ja. És azért jó ez, mert bárhova ki tudunk ülni. Van két kanapé, fotel. Már nem azért, de nem lett volna elég egy sima pad. Mi? Nem lett volna elég egy sima pad, ott vannak a padok. De hogy ilyen köztöletes padok, hogy nem fogom ráütetni egy gyönyörű lány. És hova akarod vinni? Itt, mit a fal előtt, fie? Ott a budai vár. Wow. Várjál. Gyere. Azt most rá van izgulva a csaja, mínusz fokokban való piknikezés? Én nem tudom, lehet, nem tudja milyen idő van. Így jó. Gyere, vigyük a másik. Remek. Azt mit csinálják én neked? Legyek hogy... a csicskásod? Hát nem. Az legyen, hogy felszolgálnál le esetleg. Persze, bármit. Ezért meleget hozzak nektek, vagy mi? Nem, minden fajtát. Hát figyelj, ahogy szeretnéd, én felszolgálok nektek akkor. Na, jó van. Köszönöm szépen. De akkor jó kell kinézni a nőnek. Hallod, meglátod. Tökéletes. Ez a tökéletes. Az kicsi, hogy minél közel tudod. Ja, igen. Nagyon jó. Egyszerűen... Jó lesz így, nem? Aha. Te elájulnál hozzanak ilyen randira. Wow. Hát jobb, mint egy mozi, igen. Jó, Istenem! Na, mit szólsz? Hát de cukik vagytok, szia! Szia! Jól nézünk ki együtt? Nagyon! Na, akkor van egy nagyon jó hírem. Igen? Nincsen csip a kutyába, tehát nincs gazdája. Ez biztos. Most nézettem meg, megvettem ilyen álmat neki. Vettél már egy pórázt? Igen, meg pórázt nyilván. Aha. Bence, nézd már rá, nem úgy néz ki, mint aki az utcán élt idáig. Megnézettem, látod? Búj-búj zöld ágazik velem a kutya, tehát már a miénk. Nincsen chips benne. De én ezt nem hiszem el. Gyere, Cirmi, az lesz a neve. Kitaláltam. Ez egy kicsit identitászavaros név egy kutyának szerintem. De szerintem jól áll neki, nézd. Cirmi. Cirmi. Ja, tök hallgat rá egyébként. Mert lehet, hogy frakó, de örülsz? Hát én azt mondom, vágjunk örülök, bele. De meg vigyük el, megnézett egy volt. Nem tudom, kételkedek egy kicsit. Jaj, de szép vagy. Nagyon édes, Bence, de... Bele kell vágni, szívem. Mit szólsz? Na? Aha. Ja. Jó, hát ezt megpróbálom. Na jó. Akkor én is. Sárgával. De ne, úgy izé, kavarnál. De ne, rendesen már, tunkolt bele, így. De én csináljuk de... egyszerre. De még jobban bele. De nem, ez az én taktikám. Jó, oké. Okay. Na, figyelj. Lassan, gyere hátra. Csak azért ne engem. Csukló mozdulat. 3, 2, 1. Jó, én most keresztbe. De azért ne rám, baszki. Szerintem menjen kicsit hátrébb, és akkor talán onnan? Nem... Aha, mert akkor nem trafálsz telébe pofára. Mert akkor tudod, hogy jó érzés. Ez művészet. A csávú ebből lett milliárdos. Figyelj, Rebekáig belé. Abból valakit izé pofán vert festékkel. Igen. Na figyelj. De a tiéd milyen erős. Na. Hát figyelj, szerintem ez már ön... Te mit látsz benne? Szerintem semmennyire nem hasonlít arra, amit elmutattál amúgy. De nem, én látok ilyen felhőket, meg tájat. Jó, vicceltem. Dominik, gyere már! Nem hinném! Oké, jó. Majd! Ezt ezeket honnan osztom? Hát, tudod, megálltuk egyszer egy ilyen negyed órára, aztán... Ja, zsír! Mondjuk én is kiszállhattam volna eddig. De most mindegy, nem kell neked semmi úgyse. De ne egyél már bele! Hát, együtt megérjem meg. Kiszúrom ezeket,
szimmetrikusan. Nagyon. Ide. Nagyon tud. Így ide. Jó. Milyen pezsgét lett? Mindegy neked, nem mindegy. Ezt szúrták ki, gyere. Ahova szeretnéd. Rád bízom. Hol látod legjobb? Ugye? Majd a pezsgőből hagyhatod nekem is. Várj egy kicsit. Csaj írt. Ó, azt mondja, hogy a nagymamájához kell mennie kórházba. Uh-huh. Hát figyelj, legalább ő leírta. A máshoz... Mindegy, nem érdekel. Csak nem jön el. Gyere. Ne, várj, hagyjad már akkor. Miért? Hát bakja, már ennyit szenvedtem ezzel, meg eljöttem ezzel, akkor majd hívok én valakit, aztán majd te csicskáztatsz. Vagy csicskáztatsz. Te leszel a csicskát. Hát, jó. Gyere, gyere. De a botot tedd már le, vagy addig. Nagyon be van. Egyébként nem értem, hogy tudták az utcán rakni. Nézd meg, milyen aranyos, meg milyen okos. Őszintén. Nagyon szeretnél játszani, ugye? Figyelj! De el se dobtam mégis már szalad. Igen, mert rákészül. Tehát ő így, mint Usain Bolt. Pák! Jó, hogy a csóki néz meg. Na, Bál, mosolyog. Azt mondja, hogy... Ott az új családnak, figyelj! Báá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 
Na még egyszer. De neked már nincs így festéked, nekem meg van. Na jó van? Tesó, művészetet amúgy meg komolyan kell venni. Ez a művészet, megtanítod. Az a kis pöcs. Na jó, Csongi, gyere. Gyere ide az aljához, mutatom, végeztünk. Minden művész aláírja. Ja, az is kell, várjál. Gyere. Itt van. Bal. Csók. Kész. Szuper. Tessék. Az enyém szem. Ne lessél. Nem lessél. Meg arra is vihaz, hogy essél, úgyhogy... De nem szeretek nem látni, jó, úgyhogy... Jó, nyugi, mindjárt kinyitott a szemed, már nagyon izgulok amúgy. Na, mi fog történni? Karaokézni? Jó, várjál mindjárt, hogy ez itt egy kisebb bukkanó, gyere még, itt megállhatsz, és kinyitatod. Tadá! Szevasz, hol vagyunk? András most ne foglalkozz, ő tőle bármit kérhetsz. A hölgyek az elsőbség, ugye? Hogy kell ide fát? Nincs meg létszer se kicsit. Jól van. Neked nincs poharad? Nem. Neki most nincs poharra, ő most csak... Igen. Nem szeretek ilyen pohárból élni. Hát sajnálom, majd legközelebb próbálok valami a poharat beszerezni. Papi. De foglalj helyet nyugodtan. Tehát... Így el is veszem neked innen ezt. Az miért van itt? Hát, igazából gondoltam, ha majd megcsukolok abba hány házat. Mekkora állat vagy. Mindegyik. Nem, amúgy jeget akartunk benne hozni, csak aztán De jó. Kicsit hidegre sikeredett, úgyhogy nem hoztunk. Ha szükségetek van, nyugodtan szóljatok. Jó, most nem kell semmilyen kicsit. Arrél. Nem ülsz le? Ő nem, ő most nem ül le. Foglalkozzatok. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mű kész, az alkotók pihennek, de tényleg. De jó szép lett. Munka. Na, szép munka. Ja, meg is érdemeljék ezt a kis... Tessék! Ásványgyizicskét. Azaz, 40 magamra fokat. Magamra töltök, mert hát az... Igen. Figyelj, mutatom, hogy iszom, figyelj. Szevasztok! Szevasz! Erre megyünk! Hello! Szia! A nagy festők! Te sok! Most komolyan? Ez komoly? Wow! Ezt alkottátok ennyi idő alatt? De most mi a baj? De Bálint, nem erről volt szó. Fekete szín nem. Rebeka! De tényleg jó. Pollog! Milliárdokat keresett ebből. Azt mondta, hogy ez ilyen művész szín. Azt beszéltük meg, hogy fehér lesz. Semmi van érzi, de hagyd már! Nagyon komoly lett, esküszöm. Meg van egy Kresszer aláírásunk, azt látom. Hát hurrá, nagyon örülök. Mi van, nagyon én érdekes neki. Nagyon, tök jól néz ki. Tudom. Meg amúgy szívem, ez ennyi az egész, ha nem tetszik. Rebeka! Ez festék. Érzések vannak benne. Szenvedés van benne, az látom. A szenvedés az volt, az tényleg. A hátad, az fájt is mondjuk tőle rendesen. Nem, nem segítő a fogva. Ott fölül. Igen, tessék. De figyelj, Rebeka, várjál, most mondom, hogy... Így néz távolról, egyszerűen... Hát én ezt akárhonnan nézem, nekem sehogy nem tetszik. Szerintem ez... Gyönyörű. Na, jó ötlet volt, ez biztos. Titom!
Mi az? Hívott a gazdája, látta az Insta sztorit, amit ma kiraktunk, és hát vissza kell adni a kutyát. Bence, annyira tudtam, hogy ez lesz. Nincs, amit csinálják. Kár érte. Pedig olyan aranyos. Jaj, te. Nézd haza szépen. Megvan a gazdi. Mondtam, hogy ez lesz. Hát nyilván. Real, real, Mike got a deal. Pop on the sun, gonna write, got a deal. He cold, he dope, out my, I was in the air, but you know I fly coach. Motherfucker, trip, trip, sell that ship, ship. Man, I'm gonna drip, drip, kiss him on my lip. That's the kind of dude I was looking for. And he has to do this lap, and you can hope. Figyeljé. Elfáradt a száma. Kérem az alapot. Hagyjuk az alapot. 1, 2, 3 and to the 4. Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, Z the Dough. Ready to make an entrance, so backing up. So we know about the rip shit up. Give me the microphone. Mindegy, adjuk, te nyertél. Nem tudom tovább a szóval. Ez mind a kettő nagyon szóval. Hát kicsit becsicsentettem amúgy én már. The boom system down, he's still with the coolest system, like a public lap, blazing up. Na jó, most már kicsit jobb, de meg vagyok fagyva, és így nem, nagyon fázok. Na várjám. Mindjárt Rattó. Teszünk az ügy érdekében. Nincs egy radiátorod. Kell még gyümi? Majd mindjárt. Jó. Ennyi innen. Mert? Hát most miért izélsz rám? Nem azt mondod, hogy fázol? Hát de fázok, de hogy menjünk már innen, vagy nem tudom. De már ez nem akarsz itt maradni és kicsit? Nem. Tényleg nem. Hát de most itt fura vagy nekem. Nagyon. Mert, hát gondoltam, hogy most hát így... jól érezzük magunkat. Hát jó, de bent is jól tudom magamat érezni, ha nem fagyok meg, és, hát de most és nem szoktál ölelgetni. Hát is. Azért gondoltam kicsit össze, vagy szerinted miért hívta ide? Gondoltam... Hát de ki barátom van, meg tudod, hogy ki vagyok akadva a kommentelőkön is, hogy állandóan összehoznak, amikor tudod, hogy olyan vagy, mint a tesóm, és tök undorítónak találom azt, hogyha egy legjobb barátom basszus rám mozdul. Ezt mint hogy a tesóm rám mozdulnak konkrétan, ezt hogy dolgozzam föl? És ezért küldted el? Értem. András, gyere, pakoljunk össze! Elnézést. És köszönöm, nagyon. Most ezek után akkor hogy viszonyuljak hozzád, érted? Ha te ilyen szándékkal közeled felém. Én teljesen azt hittem, hogy... De nem, mit? Hát még állandóan szivatnak azért is, hogy követsz de meg. Szerinted miért hívszalak el? Gondoltam, tetszeni fog az egész táj. Hát... Nem gyümöl, tudtam, hogy hova perzsikő. Hívsz, mert el kellett takarnom azt tudtam, aztán... hogy nem szereted a perzsikőt most. Olyan, mint egy rossz Titanic film, vagy nem is tudom. Teljesen azt hittem, hogy egyszerűen ugyanazt érezzük. Mit? Amit én. Hát, hogy az egy legjobb barátom vagy. De nem adtam jeleket. Rohadtul nem. Az egyetlen én... jel az az volt, hogy kommentelők beírogatnak ilyeneket, mert vagy poénkodnak, vagy nem tudom, de... Akkor én értettem félre.